Sziasztok! A mai adásunkban beszélünk a... Balázs, hol vagyok? Azt megígértem magamnak, hogy ha ez a termék megjelenik, akkor arra pesgőt bontunk. Ja igen, ebből így még nem derül ki, de hamarosan elmondjuk, hogy mi is ez. Ú, Balázs, hát hosszal egy Bezsült, akkor mit szólnál hozzá, hogy én ezt most gyorsan kibontanám, te pedig addig kezdj el mesélni a nézőinknek erre a termékről. Mint ígértem, egy olyan termékről van szó, amit elég régóta várunk, őszintén. Tehát, Mióta de, is, kávé? Legalább négy éve. Jött, Jöttek-mentek különböző termékek a piacon, különböző megoldások, és úgy éreztük, hogy a MikroTik egyre inkább lemarad a wireless piac bizonyos szegmenséről, és akkor ezzel nyilván nem is árultam, hogy milyen terméket tartok a kezemben, meg hát kiszúrhattátok, hogy nyilván ez egy HAP széria. Niklotik ezzel a termékével végre belép a korszerű wireless termékek, a korszerű wireless routerek piacára, ugyanis megjött az első AX-es doboz, az első AX-képes AP, ami, amit nagyon vártunk. És mint megígértem, erre pesgőt bontunk, úgyhogy remélem a szemem azért megmarad. Amit tudni kell. Hurrá! Maga a platform érdekes módon a Qualcomm egy belépőszintű AX-es rendszerére épül. Ez a Networking Pro 400-as széria. Van ennek 600-as, 800-as, talán még 1200-as családtagja is, tehát azért nyilván ne egy csúcsagadozót várjunk tőle, de azt gondolom, hogy elég tisztességes terméket hozott össze a cég. Természetesen mi azért igyekeztünk alaposan utána nézni a magának a platformnak, a benne lévő csipeknek, szolgáltatási lehetőségnek, hogy mégis mit tudunk ebből a 400-as szériából kihozni. Ezeket szeretném most nektek elmesélni. Nézzük meg! De mielőtt folytatjuk a megígért pesgő. Öntünk egy kicsit. Mert vajuk be, hogy na majd négy évvel a lemaradást uh, pótol a cég ezzel, úgyhogy ezúton is szeretnénk a rigai barátainkra kocintani egyet, és Köszönjük nekik, hogy végre beléptek, ugyanis talán én voltam az egyetlen idióta, aki még a mai napig kitartott a MikroTik Wireless termékeim mellett a csapatban. Ugyanis maga a Caps Manager jó, a RouterOS jó, nagyon szeretjük, ugye a RouterOS 7-es részünkben már klassz dolgokat láttatok, hallottatok tőlünk az elmúlt időszakban, de ez a láncszem nagyon hiányzott. Tehát ugye lemaradtunk már az AC Wave 2-ről, az AX-ről egyáltalán, itt dörömböl a küszöbön a, a Wi-Fi 7 szabvány, Reméljük, hogy a rigai barátaink hamarosan majd ezt a lépcsőt is meg fogják ugorni, de mint megígértem... A mikrotikre. A mikrotikre, és köszönjük az AXS terméket. hogy hát, a Balázs is említette nemrég, hosszú évek óta várunk egy ilyen termékre a mikrotiktől. Magát a terméket körülbelül a nyár végén jelentették be, ez hatalmas nagy visszhangot keltett a felhasználók körében, nagyon-nagyon sokan érdeklődtek iránta, hogy mikor lesz fogható a termék. Mi magunk is csak nemrég kaptunk belőle egy kezdeti szériát, a Mikrotiket ismerve pedig a szállítások felfutása még el fog tartani néhány hónapon keresztül. Tegyünk azért mégis említést arról, hogy nem csak ez a egy, egy eszköz jelent meg ebben a szériában, e köré a platform köré épülve. A Satu nevezetű, vagy Fantázia nevű rúter családot biztosan ismeritek már korábbról. Abból is jött egy upgrade, mégpedig megjött a Satu AX, ami szintén ugyanezt a Qualcomm Networking Pro 400-as processzor családot, illetve hát, szilikon tartalmazza. Meglepően hasonló képességekkel, nagyon hamarosan mutatjuk a részleteket. Na, de kit érdekelnek a marketing felvezetések? Bontsuk ki végre! Mi van a dobozban? Ugye aki már látott hab AC négyzetet, ugye annak a mondhatni Iker testvére, papírok, dokumentáció... Ugye a fizikai méreteiben is nagyon közel áll hozzá. Így van, csökkentési alapanyag be lehet vele gyújtani. És maga a router érdekes módon formfaktorában nagyon hasonlít az AC négyzethez. Hiszen valójában ennek a replacementje, ennek az utódja lesz majd az AX négyzet. Ugye szintén egy armos routerről van szó, arm architektúrára épülünk, ami nem meglepő. Tehát láttátok a korábbi routeres bemutatóinkban, hogy a Mikrotik igen az arm platform köré kezd berendezkedni, és onnan merít az utóbbi időben ugyanúgy öt Ethernet portot kapunk, két rádiós interfészt, két rádiós képességet, ami ebben az esetben mindkettő AX szabvány kompatibilis, tehát mind a 2.4 és mind az 5 ghz rádiója AX lesz. És ha a AC4Z-hez viszonyítunk, akkor a, az antenna nyeresség is jelentősen javult. Még mielőtt bele, bemásznánk a burkolat alá, azért ennek komoly súlya van. Tehát, te is megfogod, a, az AC hez képest Hát sokkal, olyan. olyan. Sokkal komolyabb, de hát ez, ez egy ez előrevezetik nekünk valamit ez a kialakítás, úgy gondolom. Eszközök szervizelésében jártas kollégánk már korábban betekintett a motorháztető alá, és úgy értékelte ezt az eszközt a korábban szervizelt, vagy a korábban látott modellekhez képest, hogy hát ő most már végre adna egy négyest, vagy akár egy ötöst is a mikrotik tervezőinek, hiszen mind a, az elektronikai, tehát maga a, a nyák, a rajta elhelyezett alkatrészek, azok kialakítása, mind pedig a termál dizájnja elég jó sikerült ennek az eszköznek. Ez egy nagy előrelépés tervezés szempontjából is. Ahogy néztük belülről valójában, úgy néz ki, mintha a Mikrotik egy az egyben adoptálta volna a qualcomm a referencia routerét, amit ő e a Networking Pro 400 családköri tervezett is, és hozott létre. Balázs, említetted ezt a kiváló dizájnt, szerintem akkor most jött rá az ideje, hogy bontsuk is szét, és akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki belőle. Reméltem, hogy ezt fogod kérni, ezért készültem csavarozóval. Kicsit izgatott vagyok, hogy mit találunk oda bent. Ugyan a kollega már korábban megnézte és mesélt róla mindenféle szépet és jót. Készített képeket is a belsejéről, amit érdemes megnézni. Majd a videóban hamarosan itt körülöttünk megtaláljátok ezeket a belülről, a készített képeket, akit esetleg érdekel, Izgalmas lehet. Ezért ugye hogy lesz szép, és látszik, hogy elég masszív darab az Elég masszív, és arra számítok, hogy kívül, igen, ez egy műanyag ház, ez elég könnyű amúgy, és egész jól kivannak alakítva rajta a, a levegő áramlásnak a különböző kis lyukak, csatornák, rések, és basszus, néz meg, ez belülről egy masszív öntvény, bort. alumínium borda az egész. Nagyon-nagyon impresszív egy kis... Arany MikroTik felirattal, és ugye a két antennával. Hallottuk már korábban a MikroTik saját promó hogy itt aztán nem kell aggódnunk, ezt akár fekve, függőlegesen állva, mennyezetről elolgatva bárhogyan használhatjuk. Én azért ezt megcáfolnám, vagy egy kicsit gondolkodóba esnék azon, amikor meglátok két ilyen nyákba integrált antennát, ugyanis hogyha szétszedünk azért ma egy profi AP-t, korábban más csatornáinkon, más videóinkban beszéltünk róla, hogy Látunk ma már olyan megoldásokat, hogy egy AP-ban mind horizontális, mind vertikálisan polarizálva vannak lerakva, és akár nyákra merőlegesen is antennák. Itt ezt nem látjuk. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez minden körülmények között, minden pozícióban a, a legjobb vételi körülményeket fogja produkálni. De ne ítéljük el szerintem. Az is lehet igazából, hogy csak ha megnézzük, tehát itt a van még hozzá ez a rögzítő, ez a tartó, ez ugyanaz, mint a, a PC négyzetben, és ugye hát tudjuk rögzíteni fejjel lefelé, függőlegesen fektetve, far szerelve, ahogy szeretnénk, tehát ez, a lehetséges, hogy a, a, telepítési körülményektől is függ, nyilván majd az antenne karakterisztika az más lesz. Próbáltam közben egy kicsit megmutogatni a követőinknek, hogy mit találunk belül, nem túl izgalmas. Tehát, ahogy a, a Pro 400-as a architektúráját, az összetevőit nézegetjük, maga úgy néz ki a rendszer, hogy van egy ARM alapú 64 bites systemon chipünk, és abban gyakorlatilag bele van gyömöszölve szinte minden olyan, ami szükséges a rendszer működéséhez. Mindössze a memória, a Ethernet jellegű működéshez szükséges külső vezérlőrendszerek, illetve a wi hez kapcsolódó csipek vannak még extraként a rendszerhez hozzá kapcsolva ezért is platform, és nem pedig valódi összeintegrált rendszer. Ilyet láttunk már a Marvel-nél is, tehát hogyha most visszalapoztok a CCR-es szériánkba, ahol a CCR 21, 16, 22, 16-ot boncolgattuk, ott volt már erről szó, hogy igen, a Marvel is elkezdett egy ilyen irányba menni, hogy már nem csak egy socot árulnak, amiben minden bele, bele van gyúrva, hanem hanem inkább ilyen moduláris rendszerben gondolkoznak, talán több igényt lehet ezzel így kielégíteni. És mi van a nyákon mit találunk, mit kapunk az eszközzel. Ugye érdekes, beszélgettünk erről még itt az adás előtt, hogy hiányoljuk róla az USB-t, mert hogy voltak olyan HAP szériájú routerek, amiken volt USB. Akár az előtt HAP is volt. Öm, a érdekes, hogy ezen nincs kivezetékelve, de maga a képes USB 3-ra képzeld. Sőt, hogyha megnézzük a, a nak a kapcsolási rajzát, illetve hát a a diagramját, akkor azon látszik is, hogy ők az USB 3-at használják arra, hogy az 5G képes modemet majd, illetve a CAT 18-as LTR rádiót majd azon keresztül üzemeltetik. Ez is érdekes megfontolás, hogy ott van a PCI Express, és akkor miért nem arról. Amúgy az eszköz maga nagyon tetszik, kompakt, piszok jól néz ki, és szerintem ez a termál design, ez, ez tényleg megérte azt, hogy pesgőt bontottunk rá. 5 port, ugye? 5 port, 5x gigabit, ennek megfelelően van egy megfelelő ö, vezérlő chip, egy switch chip a, a socunk mellett, van két wireless chipünk is, az egyik wireless chip hajtja a 2.4 AX rádiót, a másik pedig a az 5 GHz-es AX rádiót, ezek meg is megtalálhatók itt a felületen. És ö, igen, a kollégánk elébe ment, benéztünk a hűtőborda alá is, és készítettünk nektek remek képeket belőle. Megtaláljuk azt az IPQ 6010-es socot, egy nagyon komoly komplex hűtőborda rendszer alatt, ö, ami magát az egész rendszert élteti, az mellett ott vannak a DDR3L, vagy DDR4-es memóriák, tehát képzett DDR4-es memóriákat hajt. Ami, hát tudom, korszerű számítógépek és egy ilyenekkel dolgoznak ma már. Mellette még persze a, fel, a felső felületen is van például az 5 GHz-es rádióvezérlő, az itt kapott helyet annak gondolom komolyabb kell mint a 2.4-esnek. A portokról jut eszembe egyébként, ez már e, nem csak poe in, hanem poe out képes is, azt hiszem az egyik portján a is megszokott, a megszokott mm -hmm. egyes port, tehát az egyes porton poe in és poe out lehetőség is rendelkezésre áll. Érdekes módon, ha mondjuk a SATO-val hasonlítanánk össze, a Satúnél is ugyanazt tapasztaljuk, hogy öt port van, ugye a platform ugyanaz, ugyanaz a shots, ugyanazok a, a wireless chipek, Annyi különbség van, hogy ez a IPQ6010-es, az képzelt konfigurálható Ethernet oldalon. Tehát ki lehet belőle hozni vagy kétszer két és fél gigabitet, vagy egyszer két és fél gigabitet, és négyszer gigabitet, vagy pedig ötször gigabitet. Így lehet konfigurálni az Ethernet oldalát. A satúrban az úgy néz ki, hogy ott egyszer két és fél, és négyszer egy gigabit jutott a rezes oldalra. Azt mondhatjuk Balázs, hogy euh, mégis szóról, tehát... Ez valóban az. Tehát, Ahhoz képest tehát a kategóriáját tekintve, hát ha nem is azt mondja, az adjuk, hogy nehéz fegyverzettel rendelkezik, de a korábbi hasonló termékekhez képest azért elég combos, nem? Mert azért memóriában is bővültünk jelentősen, processzorban is. Igen, én úgy gondolom, hogy ennek a routernek is, mint a korábbi testvérének, az AC4-nek is megvolt a helye a hálózatokban, tehát ha most hirtelen akarnék számokat mondani, amire talán a nézőink a leginkább kíváncsiak, ez tipikusan az ilyen egykötőjel 15 gépes kis irodai rendszereknek lesz majd a, a rútere. Ott a lesz igényeket, illetve a vezetékes igényeket is messze menően ki fogja tudni szolgálni. Azt hiszem, hogy te utána is néztél, hogy összehasonlítva a korábbi rendszerekhez képest. Igen, tehát például egy ipsex szűrésnél, ha a PC hez képest, körülbelül ilyen 40 és 60 százalék teljesítményre képes az eszköz. Ez nem véletlen, bár én még ettől is tovább mentem, ugyanis megnéztem a change logokat, hiszen nem valahogy nem, nem rém lett az, hogy oké, okay, megérkezik az eszköz, de hogy fogjuk a wireless üzemeltetni, hiszen a tudtuk, hogy AX-es drivere nem volt a MikroTiknek eddig a RouterOS-ben. Ugye a Wi-Fi v 2 jelent meg a 7-es RouterOS-sel, azt viszonylag már régóta görgetjük magunk előtt, de valahogy nem bökte ki a szemünket, hogy ebben AX képességek lennek, lennének. De igen, a Wi-Fi v 2 csomaggal fog majd ez az eszköz működni, azzal is érkezett eleve, tehát 7.5-ös RouterOS találtunk rajta, amikor kibontottuk a csomagból, és a, az IP-szek gyorsítási hardware gyorsítási képességek, amit említettél, azok valójában majd csak a 7 RC, vagyis pontosabban Beta 6-ban jelennek majd meg. Kifotóztuk nektek, itt van előttünk a, Change changelog, itt látjátok, be van keretezve, hogy az ipsec gyorsítás, ami az IPQ 6010-zel érkezik meg ezekből az eszközökben, az majd csak a 7 Beta 6-tól lesz elérhető. De hát ez nem szokatlan, sokszor előbb megérkeznek a hardverek, mint hogy a szoftveres képességeket is sikerül a cégnek elkészíteni, de én azt gondolom, hogy örülünk, és ez egy nyitánya szerintem egy remek koncertnek, ami még csak most kezdődik a MikroTiknél. Még egy dolog jutott eszembe. Elkezdtük a WiFi 2022-es teszt sorozatunkat és az ahhoz kapcsolódó ap a, a bemutatását. Őt sem fogjuk kihagyni. Ugye alapvetően nem egy mennyezetre, vagy szóval mennyezet alá szerelhető AP, de mivel úgy látjuk, hogy ezt a platformot, ezt a Pro 4000-es platformot, 400-as platformot a Mikrotik most végig fogja cincálni a. A kínálatán, ővel is fogtok biztosan találkozni. Hogy köszönjük már a figyelmeteket. Sziasztok, sziasztok!